estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákkal foglalkozunk. Vasárnap este töklámpások szállták meg a belvárost, az fmc.hu felhívására idén is több százan ragadtak faragóeszközt, és érkeztek az országalmához ötletesebbnél ötletesebb faragványokkal. Több százan kicsik és nagyok egyaránt kíváncsiak voltak a könnyed halloweeni rendezvényre idén is. Sokan csak nézelődni érkeztek, mások kiállítani hozták el alkotásukat. Olyan lelkes résztvevő is akadt, aki rögtön két remek művet is magával hozott. Az egyik az megesz egy gyereket, a másik az pedig egy ilyen fantom töklet, ilyen zöld szemekkel. Hát sok munka volt mind a kettő. Mikor készítetted őket, és mennyi időbe telt? Hát, ma egész nap ezzel foglalkoztunk. Hát délelőtt faragtuk az egyiket, amelyik megeszi a gyerek lábát, a másikat pedig most, mielőtt eljöttünk. És honnan jött az ötlet, hogy ezeket készítsd? És miért pont kettőt? Hát a kettő az úgy... Hát ezt a két legszebbet találtuk a boltban, úgyhogy gondoltuk, akkor legyen kettő, és hát interneten láttuk, és azokat átalakítottuk kicsit. Többször faragtunk már tököt előtte is, és hát elég nehéz, mert először a tököt kell kiválasztani, ami már alapból egy nehezebb, hogy ne legyen rohadt, és utána pedig hát az, hogy ne vágjam el a kezemet, meg... Az is nehéz benne, hogy a töknek a belsét ki kell szedni, és az kicsit nehezebb. De különben egy élvezet az egész, mert egy jó program. Mi egy boszorkánytökkel érkeztünk, igazából nem volt kiinduló ötlet, hanem ezt fogtam meg az egyik nagy áruházon, mert el tudtam hozni, és ez lett igazából az orra a töknek, és ez egy tegnap esti gondolat volt, tegnap este faragtuk azt kislányommal. Mennyi ideig tartott? Hát, így, hogy a Szofi is besegített, így azért tovább, ő szedte ki a közepét, de körülbelül egy 40 perc. Máskülis részt vettetek már ezen a fesztiválon? A tavalyi évben még csak nézelődők voltunk, érdeklődők, és az idei évben most már a Szofi is nagyobb, úgyhogy most már mi is jöttünk egy tökkel. Nagyon érdekes volt tavaly is, nagyon sok embert vonzott, szerettük mi is a tököket megnézni, nagyon érdekesek vannak most is. Egy hasonló budapesti ötletből indult a fehérvári fesztivál az fmc.hu munkatársának kezdeményezésére még tavaly ősszel. Ezen a tök fesztiválon voltam több alkalommal én is, nagyon jó volt a hangulata, és arra gondoltam, hogy ugyanezt meg lehetne Székesfehérváron is csinálni. Itt van a jó kis városháztér, az országalma, egy szép belváros, és milyen jól néznek, hogy egy októberi estén narancssárga tökökkel pakolnánk tele ezt a helyet. Az ötlet pedig annyira sikeres volt már az első alkalommal is, hogy egy újabb megrendezésére sarkalta a szervezőket. A jó hangulatú, már hagyományosnak számító program idén is minden várakozást felülmúlt. Nagyon örülünk neki, hogy ennyien eljöttek. Mondhatnám, sokkal többen eljöttek a második fehérvári töklámpás fesztiválra, mint az elsőre, és ezt tényleg nagy sikerként értékeljük, és örülünk neki, hogy a fehérváriak ennyire szeretik ezt a rendezvényt, és az tetszik a legjobban, hogy nem csak tököt hoztak magukkal, hogy megmutassák, milyen szépet faragtak, hanem nagyon sokan be is öltöztek, sőt, láttam kutyát is gyönyörűen beöltöztetve. Szeretjük ezt az ünnepet, mert ez arról szól, hogy megemlékezünk a halottainkról, és tiszteletet állítunk nekik, illetve Regina egyik kedvenc rajzfilmje a Kokó, és ennek kapcsán elkaptuk az első cuki jelmezeket, és felvettük. És szerintem az is nagyon jó kezdeményezés, hogy itt az országalmánál mindenki összegyűlik, és együtt ünnepelünk egy kicsit. Ilyen inkább hagyomány teremtődik ebből a rendezvényből, annál inkább így rá tudnak készülni az emberek, és akkor egyre viccesebb jelmezeket láthatunk, majd remélhetjük, és egyre szebb faragott tököket. Az országalma környéke, a polgármesteri hivatal előtti járda, de még a nemzeti emlékhely betonkorlátja is tökökkel telt meg. A vidám kreatív csapat később átvonult a Zicsi-ligetben található óriáskerékhez, ahol aki kedvet kapott a magasban is megmutatni alkotását, kedvezményesen ülhetett fel rá. Idén egy kicsit tovább gondoltuk a fesztivált, nem csak itt a városháztéren állíthatjuk ki a töklámpásokat, amit természetesen otthon faragtunk ki, hanem átvonul az egész tömeg az óriáskerékhez, hiszen ha már van egy ilyen lehetőség, hogy itt van Székesfehérgeváron ez a gyönyörű óriáskerék, ahonnan belátható az egész város, a kis pluszt adtunk az idei rendezvénynek, és mindenki megutaztathatja a töklámpását az óriáskeréken. A Fehérvár Médiacentrum szépségversenyt is hirdet, fotókat készíthetnek az alkalmazásokat,
alkotók, amiket az fmc.hu Facebook oldalán kell elküldeni hétfő estig. Innentől egy napig gyűlhetnek a lájkok. A legjobbnak talált töklámpás készítője ajándékcsomagot vehet át, és családi jegyeket is nyer az óriás kerékre. A lámpások október 31-ig a Zicsiligetben csodálhatók meg. Hogyan készítsük fel növényeinket a télre? Mi a teendő a kertünkben, hogyha beköszönnek a fagyok? A következő percekben kiderül. Először fordult elő, hogy magot termés, hogy soha egyetlen egy sem hozott, és most teli van magházzal, ez meg fog száradni, és mint a kis pihe, olyan magjai vannak neki. A csílei tölcsérje ez, mint mutatja Szőlős Istvánné. Irénke néni a Kertbarát Egyesület alelnöke. Persze, hogy saját otthonát is szebbnél szebb virágok díszítik. Mint mondja, hamarosan beköszöntenek az őszi-téli fagyok, amikre a kertünket sem árt felkészíteni. Azért fontos, hogy a kertünk is készen legyen, mert akkor tavasszal nem tudunk mit kezdeni. Akkor elhanyagolunk mindent, tehát innen kell az ősztől indulni, betakarítani, növényeket összeszedni, a bogarakótól megszabadítani tulajdonképpen, összegerebézni, hogy tavasszal friss földdel növényekért tudjunk indulni. Tehát innen kezdünk az őszi betakarítással. Azonban a téli esítésnél nem árt figyelembe venni néhány fontos szempontot, ugyanis más szabályok vonatkoznak a zöldségekre és a virágokra. Ha virágokról beszélünk, akkor elsősorban legelőször a kényesebb növényeinket kell behordani, és később például a leander, ami nagyon sok embernek van, az ráér mínusz 1-2 fokba is bevinni. Figyeljünk oda nagyon rá, hogy mikor bevisszük, gombaölővel és lehetőleg rovarölővel kezeljük be, mert télen az zárt helyiségben, ha előjön valami, ott már nem tudunk permetezni. Tehát feltétlen nagyon-nagyon lényeges, hogy ezt ne felejtsük el. Innen kezdjünk. És hogyan történik ezeknek a növényeknek télen a gondozása? Hát az attól függ, hogy milyen növény, mert nagyon sok van. Például a muskátli nagyon sok helyen van. A hagyományos muskátlikat, az elég, ha télen kétszer-háromszor egy kicsit adunk neki, és nem szabad ilyenkor visszavágni, mert télen akkor erőtlen, gyenge kis hajtásokat hoz, és tavasszal azzal nem tudunk. Hát én mindig január-februárban vágom csak vissza, és akkor bokrosodik, nagyon szépen hajt. Már a futó muskátlik sokkal kényesebbek, azokat se vágjuk most csak egy kicsit vissza, hogy ne legyen annyira, és annak melegebb igénye van, melegebb és több vizet igényel, arra jobban oda kell figyelni, de ott is inkább tavasszal lesz az erősebb visszavágás, és akkor tudunk dugványokat is csinálni róla. Pihen, egy évet pihen, ugyanígy kell hagyni, egy évet pihen, és meggondolja magát, és újra haj. A gyümölcsfákkal, illetve a zöldségekkel mi a helyzet, ezeket a növényeket hogyan téliesítsük? Hát a zöldséget, sárgarépát, például azt mondja, jelenleg most szedi zöldség, sárgarépa, céglákat most szedik föl. Hát azt tudja mindenki, hogy kicsit meg kell szikkasztani, hogy ne friss vízesen, és száraz homokba, hűvösre kell eltenni. Na most a kertbe kint maradhatnak a káposztafélék, karalábé, káposzta, kelbimbó, mert azok a mínuszokat is elbír, és mennyivel könnyebb télen kimegyünk a kertbe, és a kelbimbóból szedünk, még a hó alól is lehet. De ugyanakkor például a batátát, aki ültetett, azt már fel kell szedni, mert az kényes rá, az édes burgonya. Az kényes, vagy a krumplikat is felszedték. Paprika, paradicsom ilyenkorra már sajnos hát megöregedett, és azokat is föl kell szedni. Paprika még maradhat kint, míg nem lesz fagyma. Ha fagy van, akkor egy kicsit be kell takarni, és akkor tovább tudjuk. A paprikát például én leszedem, amikor szép ropogós zöld, egyenként selyempapírba becsomagolom, és decemberi karácsonyi kis ládába rakva hűvösre gyönyörűen eláll a paprika. A paradicsom az már kényesebb. Télen kevesebb a fény, ilyenkor elég ritkábban locsolni növényeinket, valamint fontos az is, hogy ne tápoldatozzuk őket. Mindegyik növény más és más tűrőképességű, éppen ezért van, amelyiket ajánlott bevinni a lakásba, esetleg üvegházba, de akad olyan, amelyik ellenáll a keményebb fagyoknak is. Nagyon sok helyen van kint kroton ilyenkor nyáron, aztán különböző alokáziák vannak kint, aztán van, aki kiviszi az orchideákat, nekem is kint voltak az árnyékba, ibolyák. Ezeket mind már be kell vinni, mert kényesek. Mind. De aztán olyanokat, hogy zöldike, aztán agavék, egyébként azok maradhatnak kint még. Pálmáknak is egy jó része, például a kanári főnix pálma, az kényes, az hamar be kell vinni. De van a kínai kenderpálma, vagy a Washington pálma, azok még kint vannak, mert 1-2 fokot, 3 fokot is mínuszba elbírnak, azokat nem szabad bevinni, mert nagyon hosszú még a tavaszig az idő, és inkább kint a szabadban legyenek. A téli óvintézkedések megkezdésére nem lehet pontos időpontot mondani. Akkor ajánlott ezeket elkezdeni, amikor beköszönt az igazán hideg idő.
Koszorú, vágott virág, ezek a legkelendőbbek a piacon minden szentek és halottak napjához közeledve. Sokan már megvették a virágokat, koszorúkat, mécseseket, viszont a hétvégén várható a legnagyobb forgalom a virágosoknál. Az árak az elmúlt évekhez képest szinte alig változtak. Minden szentek és halottak napja előtt kezd megnövekedni a forgalom a székesfehérvári piacon. Mindenhol virágok, koszorúk, mécsesek borítják a standokat. A virágárusok megkezdték a felkészülést a kegyeleti napokra. Koszorúkkal, vágott virágokkal, csokrokkal telt meg Székesfehérváron a piac. Jövő héten minden szentek és halottak napja, sokan már erre készülnek, de hogy pontosan melyek is a legkelendőbbek a virágok közül ilyenkor, hát már is egy szakértőt kérdezek, rengeteg virággal települtek ki a fehérvári piacra. Mi az, amit ilyenkor visznek az ide látogatók? A legjobban keresettek a fehér virágok, fehér gömb, nagy gömböket szeretik igazából, de a kisebbek, az olcsóbbak ugyanúgy kelendőek. Inkább azt mondom, az idősebb korosztály jobban keresi a régi hagyományos fehér nagyokat, a fiatalabb korosztály pedig inkább a színesebb, újfajta pókvirágokat, vagy pedig a gerbera-szerű virágokat keresik. Milyen ármennyiséget tudunk ilyenkor elmondani a virágokról, tehát mi az, amit ilyenkor inkább választanak, figyelnek arra, hogy olcsóbb legyen, vagy inkább a drágát választják? Megoszlik igazából, tehát az egyes korosztályoknál is megfigyelhető különbség az árfekvésekben, ezért általában úgy szoktuk összeállítani az árakat, hogy az olcsóbbból is legyen annak, aki azt keresi, és természetesen a prémium termékeknél pedig a drágább kategóriákat úgy árazzuk be, hogy az annak megfelelő legyen. Valaki már most viszi egyébként, mi a tapasztalat? Most még csak úgy mondom, egy kis ilyen bemelegítő ez a mai nap ismerkedés. Szerintem most még inkább az árakkal ismerkednek az emberek, és később, inkább a jövő hét elején, közepén várunk arra, hogy nagyobb forgalom legyen. És ezeken a napokon, ha már a jövő hét, ugye péntek, szombat, milyen forgalomra számítanak, vagy az elmúlt évek tapasztalatai alapján mi az, ami ilyenkor itt lenni szokott? Most a hétvégén szerintem már sokan kilátogatnak a temetőbe, mivel most már az iskolában is szünet lesz, tehát többen megtehetik ezt, hogy tényleg összekötik a hosszú hétvégét most már a jövő heti szünettel, és ilyenkor azért már van egy kis forgalom, de a java forgalom az biztos, hogy a jövő hét hétfőket, szerda és csütörtökre fog tevődni, ez 100%. Az éves tapasztalatok ezt mutatják. Azt azért kiemelhetjük, nyilván ön nagy szakértő ebben, hogy inkább régebben volt például a koszorú divat, és most már inkább a vágott virág. Hát szerintem inkább fordítva, tehát inkább a vágott virágnak nincs annyira már hagyománya, jobban szeretik inkább a koszorúkat, de még azt mondom, hogy az idősebb korosztály ez még mindig ragaszkodik ahhoz, hogy igazi friss virág kerüljön a sírokra, és azért ez még szerintem egy jó darabig így is maradt, tehát a vágott virág az mindig is keresett marad. Sejem virággal mi a helyzet, ez mennyire keresett? Sejem virággal nem foglalkozom, tehát ez egy teljesen más kategória, tehát sokan keresik azért a sejem virágot is, ugye a tartósága miatt. Nem tudom, konkurenciában igazából a vágott virágnak nem gondolnám, hogy konkurencia lenne. A drágábbak és az olcsóbbak egyaránt kelendőek. Vágott virágot már 250 forintért is kaphatunk, de a koszorúk ára sincs az egekben. 1500, de 3000 forintért is vásárolhatunk belőlük. Utóbbinak még mindig nagy hagyománya van a vevők körében, hiszen tartósabb. A vásárlók körét egyébként többnyire az idősebb korosztály teszi ki, közülük valaki már most megtartja a temetőjárást. Koszorút is vásárolok, meg élő virágot is. A nagyszüleimre ilyen koszorút, a szüleimre meg még, ameddig megengedhetem, élőből csináltatok, mert egy évben egyszer van, ez az ő napjuk. Azoknak, akik pontosan november 1-ére vagy 2-ára tervezik a temetőjárást, minden bizonnyal megnövekedett forgalomra kell számítaniuk. Pénteken és szombaton éppen ezért fokozottan kell tehát figyelni a közlekedésre az utakon és a sírkertek környékén egyaránt.
A Vadmadár Kórház 23 éve dolgozik keményen a bajba jutott állatok megmentésén, éppen ezért jelölték őket az önkéntességért díjra. A nyertest az interneten lehet megszavazni. 24 éve a Fehérvári Állatkórházban dolgozó Berkényi Tamáshoz egy sérült vadon élő madarat hoztak be. Az állatdoktor kiskora óta szereti a madarakat, így nem is volt kérdés, hogy segít az állaton. Később elterjedt róla, hogyha kell, hozzá lehet vinni sérült szárnyasokat. Így az akkori állatkórház igazgatójának engedélyével elkezdte ellátni ezeket az állatokat. Abban az időben az állatkórházban dolgoztam, ahova hoztak talált sérült beteg vadon élő madarakat, és megoldást kértek a megtalálók, azt várták tőlünk, hogy gyógyítsuk meg őket. Tulajdonképpen ez volt a kezdet, ez volt az indulás, hiszen onnantól kezdve én fölvállaltam, hogy a vadon élő madaraknak egyfajta gyógyítását, mentését biztosítom állatorvosként. Aztán ez az elmúlt 23 évben elég komoly fejlődésen ment keresztül, hiszen azóta egy önálló vadmadárkórház lett, azóta alapítványi formában működünk. Azóta megjelentek az önkéntesek, sőt azt mondhatom, hogy már önkéntesekre alapozva működik az egész kórház, hiszen továbbra is adományokból, támogatásokból működik, ami azt jelenti, hogy nincsen semmiféle más hivatalos bevételünk és forrásunk a madarak gyógyítására, viszont maga a gyógyítás ugyanolyan költséges, ugyanolyan drága, mint bármi más egészségügyi vagy állategészségügyi beavatkozás. Ezt nekünk adományokból, támogatásokból kell előteremtenünk. És ugyanez érvényes az itt elvégzett munkára is, hiszen nincsenek fizetett alkalmazottak. Én, mint állatorvos sem kapok azért semféle fizetéstelen szolgáltatást, hogy megműtöm őket, ezt mindenki a munkája mellett önkéntesen végzi, és mostanra ebben a 23 évben, vagy a 23 év alatt eljutottunk oda, hogy egy egész komoly, nagy önkéntes csapat tevékenykedik velünk. Itt vannak önkéntesek, akik segítik a madarak szállítását, vannak, akik itt dolgoznak a kórház területén, ellátják, gondozzák, etetik a madarakat, mások segítenek a műtéteknél, megint mások részt vesznek a rendezvények, az előadások, a programok szervezésében, tehát egy egész komoly csapat kialakult mostanra a Vadmadár Kórház körül. Azt mondhatom, hogy ilyen napi 20-25-30 ember az, aki aktívan napi szinten tevékenykedik körülöttünk, és egy lényegesen nagyobb támogatói csoport van mellettünk, akik szervezik az országban a madarak itt idejuttatását, szállítását, mások segítenek abban, hogy hogyan teremtsük elő ezeket a forrásokat. Egy valódi önkéntes közösségi összefogás az, ami életben tartja a kórházat, és megteremti a lehetőséget arra, hogy segítsenek a madarakon. Viszont nem ez az egyetlen front, ahol küzdenek a madarakért, hiszen minden orvos tudja, a legjobb gyógyszer a megelőzés. Így Tamás és a Vadmadárkórház felvállalta azt is, hogy az életmentés, lélekmentés program keretében megpróbálják a közönségnek bemutatni a madarakat és azokat a veszélyeket, amik társadalmunkban fenyegetik őket. Egy ilyen programon értük utol legutóbb Szombaton Tamást és önkéntes csapatát a Felsővárosi Közösségi Házban. Ez a Vadmadár Kórház vállalása tulajdonképpen az indulása óta, 23 év óta mentjük a madarakat, de nem csak madarat mentünk, hanem ezt megpróbáljuk megmutatni az embereknek, és hát a legfogékonyabbaknak, leginkább elsősorban a gyerekeknek. Ezért a Vadmadár Kórháznak a madármentés-lélekmentés programja tulajdonképpen azt vállalja fel, hogy a madarak bemutatása révén, a madarak gyógyítása, a madarak segítése révén egyrészt tudatosítjuk bennük a környezetvédelemnek, a természetvédelemnek a jelentőségét, hiszen ez nagyon aktuális, pláne manapság, tudjuk, hogy mekkora gond van. Másrészt megpróbáljuk megtanítani a gyerekekkel a madarakon keresztül, hogy igenis a segítségnyújtásra, a toleranciára szükség van, a rászorulókat segíteni kell, és hát mi lehet rászorulóbb, mint egy fészekből kiesett kis fióka, egy megsérült madár, aki üldögél a természet közepén, és arra vár, hogy valaki segítsen rajta. Ez a Vadmadár Kórház vállalása, és tulajdonképpen ez az, amit talán a legfontosabb feladatunknak is tekintünk, és ezért vannak rendszeresen ilyen rendezvényeink, ahol várjuk a gyerekeket, felnőtteket, és mesélünk a madarakról, megmutatjuk a saját betegeinket, tartunk előadásokat, foglalkozásokat, beszélgetünk az emberekkel, és elmondjuk, hogy tulajdonképpen miért is van szükség a Vadmadár Kórházra, melyek azok az emberi tevékenységek, amelyek ide juttatták a madarakat, hogy szükség van a segítségünkre, hogy rászorulnak az ember segítésére. A gyerekek számára ez soha nem kérdés, hiszen mi okozzuk nekik a gondot, már a madaraknak áramütés, közlekedési balesetek, mérgezésekkel. Innentől kezdve számukra teljesen egyértelmű, hogy nekünk, embernek kell segítenünk is, helyrehoznunk azt a hibát, amit elkövettünk. Az elmúlt évek alatt nem csak rengeteg madár, de rengeteg önkéntes is találkozott a kórházzal. Ahány segítő, annyi történet arról, hogy hogyan találkoztak Tamással és hogyan váltak segítővé. Közös bennük a vadállatok szeretete és a segíteni akarás. Kicsit több, mint egy éve volt, amikor
hoztunk először madarat. Hát szegény madarat megsajnáltuk, tehát éppen arra dolgoztam, megláttuk, a kóricát, szegénynek el volt törve a szárnya, és akkor hát egész nap a munkahelyemen volt, úgyhogy elég vicces volt, hogy dobozba ott a gép mellett ott üldögélt, és akkor kerestük, hogy hova lehetne vinni. És akkor ezt Tamást ajánlották, hogy ő foglalkozik vadmadarakkal, hát és láttuk, hogy itt rengeteg madár van, meg kell is a segítség, mert folyamatosan hozzák. Azóta is látjuk, hogy mindenki vagy a inkubátorba, vagy személyesen hozza sérült madarakat, tehát sok embert foglalkoztat ez, és akkor úgy gondoltuk, hogy amikor van szabad időnk, akkor mi is tudunk jönni, és akkor segítünk a párommal. A gyógyítás természetesen nem áll meg a műtőasztal szélén, a rehabilitáció épp olyan fontos, mint az embereknél. A madarakat mind fizikailag, mind pedig mentálisan visszavadítással alkalmassá kell tenni, hogy élhessék szabad életüket. Viszont vannak olyan madarak, akiket bizonyos okokból nem lehet visszaengedni. Róluk is gondoskodik a Vadmadárkórház, és többek között őket lehet látni a programokon, mint azt a hollót, aki szombaton debütált a nagy közönség előtt. Egy kézzel nevelt holló a Vadmadár Kórház egyik állandó lakója, fiókaként került be a kórházba, tehát egy mentett fiókáról van szó. Teljesen egészséges, ahogy látható, egy tökéletesen jól működő madár, mégsem engedhető el, ugyanis madarakra jellemző, hogyha nagyon korán kerülnek emberkézre, mesterségesen neveljük, anyjuk helyett anyjuk vagyunk, akkor annyira megszokják az embert, hogy utána nem lehet már igazán visszabadítani. Ez különösen jellemző a varjúfélékre, mint például rá is. Róla annyit érdemes tudni, hogy hollóként ő a talán a világ legokosabb madara, hihetetlen intelligenciája van, értelmes. Pontosan tudja, hogy az ember számára nem veszélyes. Ha őt elengednénk, visszaengednénk a természetbe, hiszen repül, vadászik, táplálkozik, minden tökéletesen el tud végezni, oda menne az emberekhez. És hát ahogy látható a csőre mérete alapján, és hát az intenzitás alapján is, meglehetősen egy aktív, erőtes madárról van szó, nem biztos, hogy boldogok lennénk, ha egy ilyen madár oda repülne hozzánk, és picikét megcsipkedne. Tehát ő a kórháznak a bemutató madara marad, ő a legokosabb madarunk. A sérült madarak és az érzékenyítő program mellett a kórház időközben még egy szerepet is magára vállalt. Tamás a gyerekcsoportok fogadása közben észrevette, hogy nem csak az egészséges gyerekek szemléletformálásában nyújtanak segítséget a madarak, de a beteg gyerekek gyógyításában is nagy szerepet kaphatnak. Az állatterápia az egy viszonylag ismert fogalom ma már kutyákkal, lovakkal, madarakkal egy kicsit kevésbé. Mi azt tettük észre a munkánk során a hosszú évek alatt, elsősorban a saját gyerekeinknél, aztán később már a körénk egy csoportosuló más gyerekeknél is, hogy igenis jó hatása van a gyerekekre, egyrészt az egészségesekre, hiszen ott van egy szemléletformálás, ami rettenetesen fontos a mai időkben különösen. Másrészt azt vettük észre, hogy különböző viselkedés problémával, koncentrációzavarokkal és más betegségekkel küzdő gyerekek esetében is jótékony hatása van a madaraknak. Tehát például a figyelem, illetve koncentráció problémákkal küzdő gyerekek esetében a madaras foglalkozások segítenek nekik egy picit összpontosítani, picit jobban odafigyelni, de beszélhetünk itt az autistákkal végzett programjainkról, a különböző érzékenyítő programokról, amikor a madárral való törődés és gondoskodás során egészséges és sérült gyerekeket, egészséges és beteg gyerekeket hozunk össze, ahol például rettenetesen fontos, hogy nem csak a betegeknek segítünk, de az egészségeseket is fogékonyabbá tesszük és elfogadóbbá tesszük a sérült gyerekek irányába. Tehát a Vadmadár Kórház beleértve minden segítőjét három fronton harcol a vadmadarakért, ideértve már magukat a kórház tollas lakóit is, és teszik ezt önzetlenül, önerőből. Ezek után nem is meglepő, hogy idén a Vadmadár Kórházat jelölték az önkéntességért díjra. A győztes pályázatot a közönség szavazhatja meg, a Vadmadár Kórházra és másik öt önkéntes szervezetre az önkéntességérdíj.hu weboldalán lehet szavazni november 4-éig. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra, és jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!